Szeretnénk játszani szlovák, osztrák, moldáv, akár kazak, tehát olyan csapatokkal, akik szóba kerülhetnek itt a esetleges selejtezők, illetve csoportmérkőzések során. A korábbi felkészülési időszakhoz hasonlóan ezúttal is külföldi csapatok ellen képzeli a felkészülést a Győri Eto FC vezetése. A szakemberek azt szeretnék, minél több futballkultúra ellen megismerjék azt, hogy a csapatnak mi az erőssége és hol kell még javítani. Ezen a télen a Győri Eto FC csak egy felkészülési mérkőzést játszik majd Győrben. A szlovák Nagymegyert fogadja január végén, a csapat ezután repülőre ül, hogy február 2-a és 16-a között 15 napot Törökországban töltsön. Tudjuk, ismerjük a körülményeket, nagyon jó szállás lehetőség, étkezés, nagyon sok pályán rendelkezés, ami nagyon fontos egy ilyen felkészülés időszakban, hogy ne nagyon amortizált pályákon tudjon gyakorolni a csapat, hanem sok pálya közül választhasson, jó lehetőségeink vannak, illetve sok csapat is van itt. Lencse Gyula technikai igazgató azt mondta, napról napra érkeznek a lehetőségek arról, hogy kik ellen lehetne pályára lépni a törökországi edzőtáborozás során, így bár végleges program még nincsen, két meccset már lekötöttek Belekben. Egyik egy cseh csapat lesz a Příbram, illetve egy nagyobb név, hiszen vannak olyan játéknapok, amikor gyengébb csapat, van olyan játéknap, amikor erősebb csapatot kértek az Attiláig, a Dinamo Moszkva csapata, a Csuzsák Baláki Zsék csapata, ami biztos, hogy egy jó mérkőzés lesz. A Győri Eto FC számára január 4-én egy orvosi vizsgálattal kezdődik meg a felkészülés. Pintér Attila az első edzést majd január 7-én vezényli. Hasonlóan kezd az MB2-es csapat is, akik szintén nemzetközi mérkőzéseket vívnak majd a felkészülés során.